teltházas bulitól tarult zenekar Debrecenben a Roncs bárban. A koncert előtt nem csak Molnár Mátét sikerült mikrofon végre kapnunk, hanem az is kiderült, hogy a fiúk jótékonykodni is érkeztek a Civisvárosba. Hogy pontosan miről van szó, az is hamarosan kiderül. Tartsatok velünk! Kampusz után ismét itt vagytok Debrecenben, nagyon örülünk nektek, mesélj erről az őszi turnéról. Most, hogy mondod, a kampusz volt az utolsó, amikor itt jártunk, valószínű, ja, július. Hát az őszi turné, ez nagyobbra terveztük, de egy csomó dolog közre játszott. Például pont az, hogy a holnap játszanánk Miskolcon, nem nyitott ki a hely a fűtés miatt, Egerben nem készült a hely, tehát hogy ilyen kicsit óvatosabbra lett véve, de mondjuk annál nagyobb szeretettel nyomjuk végig az egészet. Ez most már a negyedik állomásunk és a harmadik teltházas sztorink, úgyhogy tök boldogok vagyunk, meg elégedettek ezzel a 2022-es őszi országjárással. Nagy lendülettel érkeztünk ide, most még picit hűvös van, de az este folyamán biztos, hogy meleg lesz megint a Roncsbárban, úgyhogy várjuk már a kezdést. Miket hallhat majd a közönség? Hát az az igazság, hogy nyilván a nagy közös kedvenceket, azokat elhozzuk ma este is, de arra gondoltunk a nyár végén, hogy visszanyúlkálunk néhány olyan dalhoz, amit már mondjuk régen játszottunk, régen raktunk színpadra, meg olyat is, amit még soha, meg volt, amiket így kicsit áthangszereltünk, vagy lejjebb hangszereltük, és ma este, és ezen a turnén így adjuk elő, úgyhogy szerintem, és remélem, hogy mindenki megtalálja majd a kedvének valót. Az elmúlt koncerteken ez volt a jellemző, vagy a visszajelzés. Egy kicsit arról, hogy még más aktualitás is van a mai napon itt a ti részetekről, méghozzá az, hogy egy átadás is történik hamarosan. Mit lehet erről tudni, kinek gyűjtöttetek? Megkeresett bennünket a hajdúszoboszlói macska ház, alapítvány, árvaház, menhely, akik kérték a segítségünket, és a tavalyi évben már a kápolnai macska árvázat szintén így támogattuk december tájékán egy adományjal, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy idén, ha úgyis összekötjük a kellemeset a hasznossal, jövünk ide Debrecenbe, már megérkeztek a képviselői a menhelynek, és hamarosan átrakjuk az ő autójukba a kis adományunkat, reméljük, hogy tudunk segíteni nekik a nehéz időszakban. Több zenekart megkerestünk, ilyen karácsonyi jótékonysági koncertet szerettünk volna elvileg a cicáknak. Hát ugye késő is kezdtünk hozzá, és hát ugye mindenki nagyon elfoglalt, és ők visszajeleztek nekünk, hogy hát koncertet most az elfoglaltság miatt nem tudnak, de szívesen segítenének minket adománnyal. Mesélj egy kicsit magatokról, mi a szervezet neve és hány cicátok van? A Szoboszlói Másonytalpúak Menedéke Alapítvány vagyunk. Jelenleg 48 cica van a gondozásunkban. Főképp utcára született kicsiket a mamikkal, vagy pedig a beteg cicánkat visszük be. Orvosi ellátásban részesülnek, megfelelő korban mindenkit hivatalanítva van, és utána egészségesen gazdi keresés. Tavaly 68 cicát adtam örökbe, idén is már olyan 40-nél tartunk. Ez az év nem volt olyan jó, de hát ugye azért a nehézségek mindenhol érezhetőek. De azért ahhoz képest, hogy egy-két évesek vagyunk, ugye
ahhoz képest nem panaszkodhatunk, mert minden cicát el tudtunk látni, mindenki orvosi ellátásban részesülhetett, és igyekszünk a tőlünk telhetőt megtenni. Aki most látja ezt az adást, és megkeresne benneteket esetleg, hogy ő is segítene, mi az, amivel tud segíteni? Hát a legfontosabb, ugye, mert ha pályázunk, a pályázati pénzek általában ugye megvannak kötve, hogy mire költhetjük. Ugye a beteg cicáknak általában segítenek. Viszont tényleg az élelem, az alom, az oltás, amire nem igazán lehet kapni segítséget. De ugye ez is fontos a cicáknak, hogy meglegyen. Ez a álom, ami olyan... Sokat tud számítani. Igen. Illetve amit még én javaslok, az az, hogy fogadjon mindenki örökbe ilyen cicát, mint ahogy jó magam is két utcáról mentett cicánk van, úgyhogy szerintem ez lenne a cicáknak is most így karácsony előtt a legnagyobb ajándék, ha otthonra lelnének mi hamarabb. Családba találnak, az gazdis fotók adják az erőt ahhoz, hogy igenis van értelmet csinálni. Teljes értékű macska. Teljes értékű. Mondjátok, hova vigyük? Kocsi, a kicsi autóhoz. Mit és mennyit gyűjtöttetek? Ezt úgy szoktuk csinálni, hát eddig úgy az volt a jellemző erre a történetre, hogy felvesszük a kapcsolatot az adott menhelyjel, és akkor megkérdezzük, hogy igazándiból mi az, amire szükség van. De a macskásoknál jellemzően az alom az, ami kellendőbb sztori, meg mellette nyilván a száraz táp, ami sokáig eltart, úgyhogy ebből a két tételből vásároltunk be, és akkor ezeket hoztuk most el nekik. Azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ha valaki teheti, akkor azt tegye is meg, mert ezek a kis alapítványok, például vagy menhelyek, ezek akár pár tízezer forintos támogatásból is azért elég sokáig fent tudják tartani magukat. Úgyhogy ez egyfajta üzenet nem csak a cégek vagy a tehetősebbek felé, hanem gyakorlatilag bárki számára, hogyha van egy kis hajlandóság, egy kis jó indulat, akkor bárki tud segíteni, ha akar. Csapaton belül ugye tavaly volt egy tagcserétek, azóta ugye már több mint egy éve eltelt, tehát gondolom most már szépen összecsiszolódott a csapat, illetve új album is jelent meg. Milyen ennek a fogadtatása, és zeneileg ez egy elég sokszínű album lett. Beszélnél erről egy kicsit, hogy most miért nyúltatok hozzá nagyon sok más dologhoz is, amihez eddig nem? Azért, mint mindenkinek, nekünk is az életünket rendesen összezárta, összerázta ez a 2020-as, 21-es fejenállás világszinten. Úgyhogy egy csomó dolgot át kellett gondolnunk, vagy újraértékelnünk, vagy... Tehát például egy lemeznek a bevezetése is, vagy a megturnéztatása is egészen más, hogy kellett, hogy végbe menjen, mint mondjuk a 2019 előtti időszakban. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami még nekünk is, vagy a számunkra is új, vagy próbálkozunk, vagy az, hogy mindenképpen szeretünk volna erre a turnéra is egy ilyen átfogó képet, tehát nem konkrétan erre a lemezre fókuszálni, hanem a korábbi dalokra, vagy a kevésbé játszott, vagy a régen játszott dalokra is akár. Egy olyan komplex műsor álljon össze, hogy mondjuk az is megtalálja magáinak valót, aki nem olyan régóta ismeri a zenekart, vagy csak ez az új lemez által ismerte meg, meg azok is, akik már ősrajongók, ha úgy tetszik, tehát akik már régóta kísérnek bennünket, hogy mindenki megtalálja magának valót. Úgyhogy a lemez az tök jó, a fogyása is, a népszerűsége is, azt gondolom, hogy töretlen, a Spotify-on is tök jól pörög, a YouTube-on is, a koncerteken is veszik az emberek. Igazándiból egy egész más stratégia vagy felfogás az, amit követni kell most ezekben az időkben. Ezért van az, hogy zeneileg is nyúltok hozzá más dolgokhoz? Részben ezért, igen. Meg azért, mert amúgy is mindig jellemző volt ránk, hogy kísérletező zenekar vagyunk, tehát hogy szeretjük azt is, ami megvolt, meg azt is, hogy még valamit mit lehet csavarni rajta, vagy mit lehet kihozni még pluszba belőle.
Tudom, hogy most az őszi turnésorozat közepén járunk, de mit lehet tudni a jövő évről? Biztos vagyok benne, hogy azért sok terv van már. Igen, most nem akarom elkiabálni, meg nem is tudom, hogy hogy áll ez a sztori, de például van egy tök jó együttállás, a tervezet a jövő tavaszra. Egy istállóban vagyunk, egy koncertszervezőnél vagyunk a sok-sok zenekarral, többek között a Hooligans-szel is, és az utóbbi időben többször összefújt bennünket a szél, és így beszélgettünk arról, hogy mi lenne, ha. Úgyhogy most ezen megy az agyalás meg a megfejtés, hogy a jövő tavasszal csinálnánk egy ilyen közös turnét a Hooligans-szel. Úgyhogy ezt elég izgalmasnak találjuk meg, formabontónak mindannyian, tehát mind a két zenekar legénysége. Úgyhogy azt érezzük, hogy van ebbe drive ebbe a történetbe, kipróbálnánk jövőre egy ilyen kört együtt. Várunk benneteket vissza akkor ezzel a csapattal ide Debrecenbe. Köszönjük szépen! Mindenem, amit csak élek, és amit csak élek, az veszek, ami leszel nekem. Köszi, hogy ismét velünk tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni az Alföld Televízió YouTube csatornájára, ahol várjuk lájkjaitokat, illetve kommentjeiteket is a műsorral kapcsolatban, de már ahogy jól tudjátok, megtalálhatok minket TikTokon, Facebookon, illetve Instagramon is, tartsatok velünk ezeken a helyeken is, sziasztok!